Köszönöm szép, Attila! Sziasztok, Attila vagyok a Samsung Crew-tól. Felkerült a motoromra, a DRZ-re az Enduro set. Úgyhogy ma így első alkalommal gurulnék egyet. Általában mindig szupermotor set volt a motoron. 2017-ben vettem ezt a motort, ezzel a kerékszettel, ami most rajta van, de azóta sose használtam. Most sikerült rávennem gumit. Barátaim nagyon javasolták, hogy menjünk el endúrózni. Úgyhogy ma elhívtam pár barátomat. Meglátom, hogy ki tud eljönni. Gyuszi és Robi, ők biztos, talán még Ákos tud csatlakozni. Jó lenne nem leverni a kamerát. Nagyon vártam már azt, hogy elkezdjek endúrózni. Akarok majd menni edzésre is, mármint cross edzésre. Igaz, az nem enduro edzés, de hát ha azon sokat fogok tudni tanulni. Remélhetőleg jól alakul majd az enduro szezon. Sajnos az első sárvédét még nem tudtam kicserélni, még az SMA van rajta. Rendeltem rá RMZ-t, viszont most megérkezett, csak az a probléma, hogy én sárgát rendeltem és feketét küldtek, amit nem teljesen értek, hogy miért. Úgyhogy visszaküldjük. Fú, de hangos a gumi. Micsoda hangja van. Nagyon fontos, azt mondták nekem, hogy új a Enduro setten a gumi. Ha köves úton megyek, ne húzzam neki, mert letörnek a bütykök. Nektek is ezt javaslom. Ha motoroztok, az ilyen Enduro setten is akarjátok húzamosabb ideig használni a gumit, akkor ne tévétek neki köves úton, mert lemennek a bütykök. Ez itt mellettem a Tisza, itt a Tisza árterében vagyunk. Na, hogyha nem jön fel most senki a komptól. Ki fogom cserélni a kormányt a motoron, már megérkezett. Mindig bántottak azért, mert nem jó a kormányom, széles meg magas, úgyhogy másik kormányt fog kapni a motor. A motor még mindig nem lesz lecserélve. Ez egy lerombantott híd. Németek lerombantották, miközben vonultak vissza a második világháborúban. Hú, ez aztán tényleg csúszik. Á, itt vannak a fiúk. Mehetünk ki, gyertek! Két-két KTM. Most el akarok menni a kastélyhoz. Fú, mennyivel másabb az enduro set. A lánc is, és a magasság is, súlypont is teljesen különbözik. Remélem, egy jó pár helyre el fogok tudni jutni az enduro set-tel. Hú, erre kéne bemenni. Aha, itt már járt más is. Na itt óvatosan fogunk menni. Ne akadjunk a fákba. Fú, ez nagyon bokros. Úgyhogy itt törni kell lesz utat. Arra. Nem akarom összekarcolni nagyon a motort. Remélem a fiúk nem fognak ezért haragudni. Aha, ott van az épület, amit keresek. Ez a Dezsefi kastélynak a kertje, ez pedig majd a Dezsefi kastély lesz. Ott is vagy. Aha, itt már tiszta. Szóval, ezen a településen itt ez a kastély. Az önkormányzat megpróbálja esemény helyszínnek használni. Az egyik befektető régen szerintem kicserélt a tetőt, hogy ne omoljon össze, de nem nagyon van rá kereslet. Úgyhogy biztos van vele terv. Csak valószínűleg senkinek nincs konkrét terve vele. Magánterület. Húha. Általános iskolában mindig az osztálytársaim azzal dicsekedtek, hogy ebben az épületben újócskáztak, meg a pincéjébe. Hát ezt én nem javaslom nektek. Szerintem nagyon rossz ötlet. Hát igen, ez alatt még van egy szint, úgyhogy ez annyira nem túl jó ötlet. Vigyább be, úgy azok! Na, nem mehet a drágos. De így szíves, ne utánozzatok minket, mert amint látjátok, nem valami biztonságos. Menjünk, keressük meg Ákost. Valószínűleg itt lesz kint az úton. Remélhetőleg, ha sikerül. Nem tudok elfordulni. Kiküszkörök a DRZ-vel. Biztos unják a fiúk. Ah,
lassuskodást, ők nem erre szerződtek. Na nézzük meg, hogy neki menjünk valakinek. Várjál, aha most. Nem várjuk meg Ákost, de visszajövünk majd érte. Addig megnézzünk egy másik helyet. Remélem nem fognak gyorsan ránk küldeni rendőröket, csak egyszer megyünk el mindenütt. Nem jó. Nem akarok átmenni alatta! Szóval itt van egy rész, ami nekem nagyon tetszik, csak ez nyilván nyáron szebb. Benövik a fák a töltés tetejét, ez a Lónyai fősatorna itt mellettem. Szóval ezt nagyon szeretem, ezt a helyet, ez nagyon szép szerintem. Nyilván nem érdemes beleesni innen a Lónyaiba. Vegyek, mert én mondtam a srácoknak, hogy merre menjünk. Ez itt egy fél sziget, Lónyai és a Tisza között. Szóval ez lesz a szigetnek a vége. Azt hiszem ez madár védelmi övezet, vagy rezervátum, vagy mi ez? Madárbarát kert. Úgyhogy itt normálisabban egy kicsivel. Nincs itt most senki. Itt is vagyunk. Ezért szerintem az enduro olyan sok helyre el lehet vele jutni. Be tud sétálni is, csak ugye a sebesség nem ugyanaz. Elküldöm a fiúkat előre. Az utcánál találkozunk. Úgy telőve basztássárral. Mondtam, köcsög a 250 megetett. Szerinted Ati miért maradt le? A negatív része a pulcsinak mi. Ha leszedem, akkor maga a kesztyűbe is beleragad. Vele hát. Sose jöttem még rá, hogy ez mi lehet itt. Egy cső az út alatt. Aha, van is benne víz. Ha! Oké. Okay. Csúszik, rendesen csúszik. Na, menjünk vissza Ákosért. Szép ez a környék. Tetszik, pláne, hogy ilyen tiszta. Na, ez jó volt. Megjött az Ákosunk, úgyhogy megyünk. Megyünk még itt egy kört, a falunkban, a falunk kívül, aztán annyi lesz, így is elég hosszú a videó, elkérem a felvételeket a srácoktól. Van Gyuszin és Robin is kamera, a Gyuszin azon az én kamerám van, az Ákoson nincs, a Robin a sajátja van, de az meg lemerült. De bolond! Macska, ne üssétek el a cicát! Ez a Lónyai töltése. Mennyi föld, ezt gondoljatok bele, hogy mennyien hordták ezt ide a régi időbe. A kubikusok, ezt a fateromtól tanultam, hogy régen azt úgy hívták, hogy kubikusok. Furikus emberek, akik a földet hordják. Itt a Lónyai főcsatornán van egy árvízkapu, mert régen az egyik fő probléma az az volt, hogy a Tiszának a súlya mindig bejött a Lónyaira, és a Lónyai töltés az nem a Tisza súlyára volt kitalálva. All right.
Jó, ha erre jövünk, aha. Ebben az útban azt szeretem, hogy a közepébe belerágtak egy sorompót, hogy ne használják kocsival, ami éjszaka elég életveszélyes tud lenni. Na, nézzünk el erre. Kicsit lehet bele ez dugulva az orrom a hideg miatt. Ez az egy fok nem az igazi beszédhez, meg motorozáshoz egyszerre. Aha, jó helyen vagyunk. Szerintem megfagyott. Tartsd a fejed, léci. Szerintem megfagyhatott. Aha, megfagyott. Hideg van. Nézd csak. Az enduro nem akadály. Menjetek. Elengedem őket előre, én úgyis lassabb leszek és beszélni fogok. Menjetek. Nézd csak! Nem bírnak magukkal a fiúk. De most meg kell néznem, hogy a lencse vizese, úgyhogy lassítok. Egy lencse törlésé nem szeretnék elesni. Ha becsapják sáron a lencsét, akkor én beszélhetek én itt a kamerának nyugodtan, ugye? Sok értelme nem lesz. Pontosabban értelme van, mert legalább motorozunk. Csak nem tudom megmutatni nektek, amit én látok. Lemaradok róluk. Mondjuk azt, hogy azért, mert béna vagyok. Van egy dolog, amiről akartam beszélni ez alatt a videó alatt, az pedig a légszűrő fontossága. Sokan nem értik, hogy miért olyan fontos a légszűrőt tisztán és olajozottan tartani. Ezeknél a motoroknak a szelephézeg állítás nem automatikus, általában. Azt a hibát elkövetik az emberek, hogy nem takarítják a légszűrőt. És ez azért probléma, mert ha a levegő poros, amit beszív a motor, akkor az csiszolja az alkatrészeket. Ilyenkor elmegy a szelephézag, és a szelepnek a tányérja, a szelep tányér nem tud felfeküdni a hengerfejre. És ez azért probléma, mert nem tud lehűlni. Tudjátok, amikor vannak azok a videók, kitörik a blokk, amikor meghúzzák a gázt, amikor letiltatják a blokkot, akkor az általában pontosan emiatt van, mert a szelepnek a tányérja beesik a hengerbe, és ugye nagy fordulatszámmal pörög a főtengely, a dugattyú nagyon sokat mozog fel le. Így azt eredményezi, hogy megakad a hengerfejben a dugattyú, és ekkor törik el általában mindig a hajtókar. Általában mindig a közepénél a hajtókarnak, felül a felső csapszegnél, vagy az alsó csapszegnél. Úgyhogy srácok, ne felejtsétek el a légszűrőt mindig takarítani, mert az a motor élettartalmát nagyban meghosszabbítja. Itt vagyunk a Tiszának a töltésének a tetején. Nem megyünk le a Tiszának zárterébe, mert lehetséges, hogy a vadászok nem örülnének neki. Arra megyünk így le! A srácok nagyon akartak bohózkodni. Hát itt lehet. Tehát légszűrő, fiúk. Rendben van, hogy az olajat cserélni kell, de ha a légszűrő rosszul teszed vissza, száraz, nem olajos, vizes, olyan kárt tudsz okozni a motornak, utána nyilván későn bán az ember, mert amikor egy blokk felett kell kicserélni, hát mennyibe kerülhet. Az a generál azért van szerintem túlmutat minimum 500 000 forinton. Na, reméljük nem lesznek velociraptorok itt az erdőbe. Jó, kiabálnak valamit. Basszalak szét, Attila! Nagyon hülye! De már kint is vagyunk. Ág. Nya. Úgyhogy vissza is érünk a Tisztásra. Remélem, a fiúk nem unták szét a magukat. Az endurózásban azt tetszik, ilyen helyekre is eljut az ember. Mert a gyalog meg kocsival nem tudok. Visszajöttünk ugyanarra az útra. Mehettek vissza, én meg megyek utánatok. A hídnál álljatok meg! Nézzük meg a lencsét. Ha nem vennék fel semmit, srácok, akkor köszönöm, hogy megnéztétek. Megpróbálom a legrövidebben összevágni ezt a felvételt. Lövök egy fotót, és akkor úgymond meg vagyunk mára. Jó? Én elköszönök tőletek, sziasztok! Thank you.